Ismét péntek, ismét gasztro videó. Ma azoknak szeretnék kedvezni, akik hasonlítanak rám és nehezen tudnak dönteni, mindent szeretnének megkóstolni, mert hogy egy ilyen válogatás tálat rendeltem, vagy jobban tetszik, akkor bőségtálat. Gyönyörű a tálalás, tehát ez nincs mit hozzáfűzni. Elmondom gyorsan, hogy mit találunk ezen a kis fa edényen. Vörös rizset rendeltem, ebben tofu van és szójabab. Ha tovább megyünk, akkor itt mogyoró, minden egyébként banánlevélből van kialakítva, ezek a kis edények, nagyon-nagyon jó. Szójacsira és zöldbab és répa, úgy látom. Itt egy kis gyümölcsalát a papajával, sárkánygyümölcsel. Ez itt szintén egy kis szójabab, majd ez hús, ez csirkehús, ez sült zöldség. Már gyerek nagyokat, ma olyan éhes vagyok és annyira kívánom. Ez szambál, úgy látom, hogy házi készítésű, és egy ilyen kis hagyma, csatni, inni pedig egy sárkánygyümölcslevet rendeltem, ami hát ugye itt van mellettünk a budi, úgyhogy ha bármi úgy alakulna, akkor el tudok gyorsan szaladni. Úgy hozták ki az evőeszközöket, a villát és kanalat, hogy forró víz van ebben a pohárban, tehát így sterilizálja. Úgyhogy a tálalásra én most így, bár ugyan senki nem kérdezte, de a tálalásra szeretnék adni egy 10-est. Tényleg nagyon-nagyon jól néz ki, hogy minden fából van és banánlevélből. Hogy milyen az íze, azt mindjárt megtudjuk. Először szeretném megkóstolni a vörös rizset, mert hogy olyat még nem ettem. Ilyen édeskés egyébként. Nagyon érdekes. A szambál, hát ugye az nagy kedvencem, mindig a csípős. És ez ilyen... és ez ilyen édes. Azt akartam mondani, hogy nem is csíp, de... aztán torokra ment. Szóval, hogy ez ilyen édes csili, és egyébként csili is. Nem rossz, nem rossz. Ez szintén csilivel összekevert lilahagyma. A szádat! Tofu az ilyen kis szószban van. Ilyen kókusz. Az kókusztejes szószban van áztatva a tofu. Valami isteni tényleg. Ugye a szokásos motívum visszatér, a mogyoró. Egy kis zöldség. Ebben is van egyébként, ami mogyoró szószal van leöntve. Szójabab, nagy kedvencem egyébként isteni. Kicsit kiszárítva. És a csirke, ez ugye ilyen kis cafatokra van tépkedve. Úristen, de finom. Hú, de nagyon-nagyon jó. És amit kikandikál, az a sült zöldség, hát ha tetszik, ha nem, én most kézzel fogom. Ropogós. Hát, azt kell mondjam, az ízre is 10-est szeretnék adni. Adagra, azoknak ajánlom, akik szeretnek mindent megkóstolni, és bőségtál, csak a nevében bőségtál, az abban nyilvánul meg, hogy sokféle van. Maga az adag az nem valami hatalmas, tehát nem egy európai bélhez készült, hanem a helyiek gyomrához. Jó étvágyat kívánok, szalámatnak! És hagyd mutassam be nektek Pubikát, ő az asszisztensem. Még csináltam a videót, folyamatosan a sípcsontomat nyalogatta, úgyhogy ezért lett ennyire fantasztikus a mostani videó is.